Nem sokáig kóstolgatták egymást a riválisok, bár az első percben alaposan ráijesztettek a látogatók a házigazdákra. A 15. percben váratlanul előnybe kerültek a Dunaparti városból érkezett labdarúgók, egy baloldali támadás végén a középen érkező Csala Dávid 8 méterről a ketrecbe rúgta a bőrt. Hamarosan egyenlítettek a dombaváriak, a 23. percben Balogh Szabolcs mintegy 18 méterről lövésre szánta el magát, középről eleresztett bombája a bal alsó sarokba vágódott. A hazai szurkolók azt várták, hogy lendületben maradnak a fiúk, ám ez nem így történt, ugyanis körülményesen szőtték akcióikat, sok átadást rontottak a pálya középső részén, és az utolsó passzaikba is számos hiba csúszott. A csapatok így egy-egyes állással vonultak a szünetre az öltözőbe. A pihenő és a fordulás után 10 perccel a bal oldalon szabadrúgáshoz jutottak a vendéglátók, amit Keceli Krisztián 20 méterről végzett el. A középpályásnak a rövid sarokra tartó lövése a dunaföldváriak hálójelének 6-6-os segítségével jutott a kapuba. A 2-1-es vezetés megszerzése ellenére a dombováriak nem tudtak mezőnyfölénybe kerülni. A 83. percben meghűlt a vér a hazai drukkerek erejében, ugyanis Csala Dávid szépen lépett ki a védők között, szerencsére lövésébe bele tudott vetődni a kétségbe esetten menteni igyekvő Cebei Ádám. Az ellenakció során Keceli Krisztián pontosan passzolt Balogh Szabolcs elé, aki a felső létre küldte a labdát. A mérkőzés végén a csereként a zöldjepre lépő Hetesi Gábort, az egyik hátvéd kibillentette az egyensúlyából a 16-oson belül, amiért a bíró büntetőt ítélt. Azt Keceli Krisztián a balra elmozduló portás mellett a kapu jobb oldalába rúgta. Az ötlettelenül és átütő erő nélkül játszó Dombovári FC gárdája az előzetes várakozásokkal ellentétben csak nyögve nyelve győzött 3-1-re a mezőny utolsó helyezett együttese ellen.